Sziasztok, Ádám vagyok a Mobilix TV-től, és itt a bal oldalon a Veritek új táblagépét, az Xtab 100-est láthatjátok, még a jobb oldalra pedig egy iPad 2 került. Igazából itt a kettőt fogjuk összehasonlítani, nem azért, mert tudásában nagyon közel áll egymáshoz, illetve konkurencia ellen a két készülék egymásnak, hanem azért, mert mind a kettő 9,7 szolos IPS kijelzőt kapott, és azért az iPad 2 így még a felbontása is ugyanaz lesz a két kijelzőnek, tehát 1024x768. Itt láthatjátok igazából, tehát még egyszer akkor ez lesz itt a Xtab 100-es, itt pedig az iPad 2. Ahogy láthatjátok, igazából a iPad 2-nek talán a fényereje egy picit, nagyon picit nagyobb, illetve ami feltűnhet, hogy a színek egy kicsit talán élénkebbek lehetnek az iPad 2-n, ami annak köszönhető, hogy a fényerő is nagyobb többek között, de egyébként így kép alapján abszolút pariban van egymással végül is a két kijelző, tehát egészen szép mind a kettő. Egy kicsit megpróbálom megmutatni nektek oldalról is, hogy láthatjátok, hogy talán oldalról az iPad-nek egy minimális, még mindig szebb a képe. Itt a fényerő közötti különbség azért jelentősen kijöhet, de ennek ellenére abszolút jól helytáll a Veritek Xtab 100 egy iPad 2 mellett, abban az esetben, hogyha kettő kijelzőjét hasonlítjuk össze. Természetesen, mint a két készüléken maximum fényerőn volt itt most a képernyő, tehát ez a maximum állapota, de ezt összehasonlítjuk egy kicsit később majd kint a napfényben is. Ádám voltam, a Mobilix TV-t néztétek, kövessetek minket továbbra is Facebookon és YouTube-on is, sziasztok!